Üdvözlünk a Vacsmozsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával a 10 legjobb finiász és förb találmányt listázzuk. I guess I'll see you back at the house. Oh my gosh. This biosphere can simulate almost any environment. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban az ikonikus rajzfilm sorozat, vagyis a Phineas és Ferb legszuperebb találmányait vesszük sorra. Mivel ezek a találmányok gyakran központi szerepet játszanak az egyes epizódok történeteiben, így némileg spoileresek leszünk. 10. Erőd a hátsó udvaron. Sup, chumps! Amikor Phineas és Ferb hasonmásai, Tadeusz és Thor feldobják az ötletet, hogy egy erődöt építenek a hátsó udvarukon, akkor elindul valami a srácok között. A tétel tovább emeli, amikor Candice rivalizálva Tadeusz és Thor nővérével egy erődépítő versenyt rendez a két duó között. I give you the architectural stylings of Thaddeus and Thor! Nem állnak túl jól a dolgok hűseink számára, amikor Tadeusz és Thor leleplezik lenyűgöző alkotásukat, és a helyzet még rosszabb lesz, amikor megmutatják a saját, nagyon is kezdetleges erődjüket. De ahogy az általában lenni szokott, Phineas és Ferb találmánya több, mint ami elsőre látszik. Topping our fort is our homage to old school construction. And now for the rest of it, Ferb. Egy gomnyomás és már is a tökéletes hátsó udvari erőt tárul mindenki szem elé, még akkor is, ha az édes gyökér adagoló hiányzik belőle. Well, here's the foyer. All imported marble, by the way. Here's the bowling alley, pool, telescope, terracotta army room, jet engine wind tunnel. 9. Ugorj és totyog videójáték. See, isn't this the coolest game ever? Amikor Phineas és Ferb egyik barátja, Bufford megmutatja nekik a legújabb videójátékát, aminek a neve Ugorj és totyog, a srácok felbuzdulnak és tovább akarják azt fejleszteni. Ehhez pedig tudtán kívül Candice is hozzájárul. Sucked into a video game. Brilliant! Ferb, I know we're gonna do today! Létrehoznak egy teljesen magával ragadó videójátékot egy digitalizátorral, amely szó szerint beszippantja a játékost a videójáték világába. Jeremy is gonna get here, Eddie! Véletlenül Candice kerül be elsőként a játékba, aki csak egy törölközőt visel, és egy hajszárítóval van felfegyverkezve. Néhány csalókódot talán nem ártott volna beletenni az ilyen helyzetek esetére. Cheat no, we don't roll like that. Majd aztán Phineas és Ferb is belépnek a játékba, hogy megmentsék nővérüket, miközben Candice rájön, hogy a hajszárítóját fegyverként is tudja használni az ellenség ellen. A Final Boss Bufford óriási változata, aki a valóságban is felveszi velük a harcot. The last level's in the real world. Run! No, guys! He looks like a nice guy! Hogy nem buktak le? 8. Szuper számítógép. Szeretnél valami szépet adni anyukádnak? Nos, akkor építs egy szuper számítógépet és kérdezd meg tőle, hogy mit kellene adnod anyukádnak. Your mom wants a supercomputer? What is she, some kind of nerd? No, we're gonna ask the computer what to do for mom. Slide rule! I gave it to you on a silver platter! Amint a szuper számítógép megépül, rögtön átvizsgálja a területet, mindenféle információ után kutatva. Scanning, tri-state area. Aztán készen áll, hogy minden kérdésre válaszoljon a tévedhetetlen logikájával. Computing. Done. Get a gallon of industrial marking dye and a leaf blower. A szuperszámítógép által felvázolt bonyolult tervnek elsőre semmi értelme. Ipari festék és levélfújó kell hozzá, amire lufikat kell kötni, és fel kell menni velük a helyi hegy tetejére. A számítógép ráveszi Candice-t, hogy építsen egy készüléket egy kenyérpirítóból, és belekalkulálva a tervbe Doofenshmirtz legújabb inátorát, az anyukájuk végül tényleg boldog lesz. I'm the gopher, let's go. Now. Bár nem tudtuk, hogy mi lesz a vége, de működött. But it's so great when something nice happens to you, especially when you weren't expecting it. 7. Idegen űrhajó. Ez a nyári nap is úgy kezdődik, mint mindegyik más, csak éppen nem Phineasnak és Ferbnek, akik éppen egy automata baseball kesztyűvel játszanak. Popeye! Ekkor egy idegen űrhajó zuhan a kertjükbe. I know what we're gonna do today. Run for our lives!
De ami ezután történik, az még érdekesebb. Az űrhajót az imádnivaló Meep vezeti, és a fiúk úgy döntenek, hogy segítenek neki újraegyesülni az apjával, és megjavítják a járművét. Azonban nem csak megjavítják, de kellően fel is fejlesztik. Did we do something wrong? Well, it occurs to me that perhaps not all of the modifications I made are technically street legal. Ez viszont nem is árt, mivel kiderül, hogy Meep apja nem is az apja, hanem egy intergalaktikus orvadász, aki Meepre vadászik. All too easy. Aztán elkezdődik a nagy izgalom, akció és kaland, de mindez elhalványul Meep legújabb járgánya mellett. Hatodik, minden. Mit csinál Phineas és Ferb a nyári szünet utolsó napján? Valami olyan csodálatosat, amiben benne van az összes fantasztikus dolog, amit egész nyáron műveltek, és még annál is több. Great job, gang! What do you think? So, what is it? It's everything! Tudjátok, valami olyat, ami méltó befejezése az egész nyárnak. But is it really grand finale material worthy of these two guys? I just made it weird, didn't I? Maga a menet még Phineas és Ferb mércéjéhez képest is lenyűgöző, tele csúszdákkal, transzporterekkel és még egy olyan dologgal is, ami a karaktereket rövid időre a szinkron színészeikké változtatja. Ez tényleg minden. És amikor Doofenshmirtz visszaforgatinátorja miatt megismétlődnek a napok, akkor a fiúk újra és újra átélhetik a nyári szünet utolsó napját és a találmányuk adta élményeket. You there, boy! What day is it? Why, the last day of summer, of course. Ötödik, kapu a Marsra. An A minus? That would be the worst grade of my life! Amikor barátjuknak, Budgetnak meg kell építenie egy Marsra vezető portál prototípusát azért, hogy jó jegyet kapjon, Phineas és Ferb pontosan tudják, hogy mit fognak csinálni aznap. Miután megépült a szerkentyű és Budget letörli az arcáról a féktelen mosolyát, beindítják a gépet. Aztán bepillantást kapnak a Marson zajló tudományos kiállításra. Budget pedig ötös kap a találmányáért, és mi is az ötödik helyre soroltuk őt a listánkon. A science fair on Mars! Budget, you have just validated my entire career as an educator! A portált azonban egy nagy feszültségű konnektorba dugják be. It's working! It's working! Ennek következtében pedig az egész szerkezet átteleportálódott a Marsra. So what was it you wanted to show us? No, it was here. Negyedik, faházrobotok. Ez a rész úgy indul, hogy Phineas és Ferb már megépítettek egy elég impozáns faházat a régi helyére. What do you think? Oh my gosh! Wow! Come on, check it out! Készítettek hozzá egy csőcsúzlit is, ami a legmagasabb szintre juttatja őket. De amikor barátnőjük Isabella észreveszi, hogy Candice régi faháza nagyon rossz állapotban van, a fiúk úgy döntenek, hogy felújítják. Something more, I don't know, Candice! A felújított faházban van minden. Büfé, szórakoztató központ, sőt, még néhány harang és síp is. This is so weird. I can't believe it's my old treehouse. Carpets, furniture, entertainment center. I mean, look at all the bells and whistles. A dolgok akkor indulnak be igazán, amikor Candice és Stacy az ugráló lift segítségével felugranak az építmény legfelső szintjére. Kiderült, hogy a fiúk mindkét faház legfelső szintjét egy vezérlőközpontnak tervezték, ahonnan a harcoló faházokat irányítják, és egy gomnyomással minden faházat egy hatalmas, harci robottá tudnak változtatni. I'm taking you down! Harmadik, Foci X7. So, Cousin Ferb, you've lived in America longer than you've lived in England. You haven't gone yank on us, have you? Amikor Ferb angol unokatestvérei meglátogatják a családot, Phineas és Ferb úgy döntenek, hogy bebizonyítják nekik, hogy Ferb brit mi volt a még mindig érintetlen, és elfogadják kihívásukat egy foci meccsre. So, what do you say? Playground rules? How about football X7 rules? A Foci X7 szabályok szerint akarnak játszani egy olyan játékot, amely még csak elméletben létezik. Ahhoz, hogy ezt az innovatív játékot játszhassák, a srácok elkészítik a világ első Foci X7 stadionját. Ladies and gentlemen, I give you the Football X7 Stadium. Wow, that's brilliant. I'm totally gobsmacked. Egy hatalmas gömb belsejében játsszák a meccset, és a srácoktól megszokottan egy-két kiegészítő elem is tartozik hozzá. Többek között klubvilágítás, forgókapuk és a játékosok biztonságára vonatkozó, kevésbé szigorú szabályok. Második, hátsó udvari strand. A nyári hűség ellen védekezve Phineas és Ferb úgy döntenek, hogy strandot építenek a kertjükben.
ami egy homokozónak indul, amiben vizet locsolnak, az egy nagyszabású strandá válik, amihez mindenféle eszköz és rengeteg munkás is kell nekik. So, Candace, what do you think? Láthatóan a strand hatalmasra sikeredett, és nagyjából egész Danville városát ellepi, na meg a Tri-State jelentős területét is. De ez csak részletkérdés, hiszen nem egy átlagos strandról van szó. Van itt minden, ami egy rendes vízparton is megtalálható, és még valamilyen oknál fogva holografikus projektorok is. And it's great to see a young surfer show such confidence. Uh-oh, what's this? Oh, those kids today and their holographic projections. Nagy kérdés, hogy ezzel hogy nem buktak le? Mielőtt felfednénk az első helyzetet, íme néhány vigasdíjas. Gumisugár. Miért ne építsünk egy olyan sugarat, ami gumivá teszi a bőrünket? Az automosó. Ha a csillogó-villogó autót szeretnél, Phineas és Ferb a te embered. Hullámvasút. Nincs is jobb egy víz alatti és víz feletti hullámvasútnál. Hey Buford, what do you think of our super sprinkler? Ugrálóvár. Egy óriási ugrálóvár, ami lebeg. Okay, everybody, let's bounce. Minigolf pálya. Ez a teendő, ha a helyi minigolf pálya bezár. Don't get seduced by the coolness. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, a legkirályabb hullámvasút. I mean no school for 3 months, our life should be a roller coaster. Listánkat Phineas és Ferb első nagy ötletével a legkirályabb hullámvasúttal zárjuk. I'm watching my brother and stepbrother. Yeah, and they never get into trouble, because mom never catches them. Hogy elképzelésüket valóra váltsák, a srácok szereznek egy krétával kitöltött építési engedélyt, és kölcsönkérnek egy robotkart, ami segít az építésben. Now this is the light. Amikor elkészül a hullámvasút, egy eget rengető remek mű, amit már csak nézve és tele leszünk adrenalinnal. A menet alatt gumikígyók, sárfürdő és még automosás is várja a bátor jelentkezőket. Sőt, egy ponton még a város egyéb szerkezeteivel is interakcióba keverednek. Így több mint méltó arra, hogy a listánk legelső helyére kerüljön. Funny, I remember this in the blueprints. Nektek melyik a kedvenc Phineas és Ferb találmányatok? Ti milyen programokat szoktatok kitalálni a nyári szünetekben? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!